A Momentum egyik aláírásgyűjtő standjánál kapott össze a KDNP-s Hollik István és az aktivistákkal civil törvény ellen szignókat gyűjtő Soproni Tamás. Hollik István a stand mellett tartott sajtótájékoztatót, ahol arról beszélt, hogy a Momentum aláírásgyűjtése a Soros Gárda legújabb akciója. Soproni ezt nem hagyta szó nélkül. Elképesztő, amit itt végeznek. Milliárdokból indítanak plakátkampányt az egész országban, miközben emberek tízezrei halnak meg a kórházakban. Ez itt a Fidesz-KDNP sajtótájékoztatója. Önök nemzeti konzultációt, kamukonzultációt indítanak milliárdokból, miközben emberek fagynak meg az utcán, és Nógrádban petfalackkal fűtenek. Arra válaszol, és arról beszéljen ezeknek a kameráknak. Ez háborít fel. Hát, most ehhez mit szóljunk, András? Hát olyan, mint színházi rendező. Igen, igen, olyan, tényleg olyan volt, mint egy Commedia dell'arte jelenet, nem? Tehát Arlekin és nem tudom, el doktore összetalálkoztak a piac téren és egymásnak estek. Roppant szórakoztató lenne, ha nem a mi bőrünkre menne a vásár. Nagyon érdekes már a Momentumnak is az aláírásgyűjtése. Én, mint tiltakozó civil szervezet, kaptam is egy nap tájékoztatót a héten, hogy hogyan tudnánk csatlakozni, most figyeljenek. A másik nap jött egy másik levél, ugyanarról az elnöknek a címéről, hogy a tegnapi levelet azt nem érvényes, azt felejtsük el, az semmis, mert egy pár dolog rosszul volt írva benne, és most itt egy másik, tényleg kihúztak két mondatot, és ezt most nem a Momentumnak a nem akarom őket leégetni, vagy nem tudom, csak hogy működnek. De szerintem egyébként ez nagyon helyes, tehát hogy lépjenek oda, csináljon balhét, mert ez is valami talán, ami átüti azt az inger küszöböt. Mondja el, ott a tévé, ott a nyilvánosság, nem kell meghívó. Én arra volnék kíváncsi, hogy hol van az agytrözt, ahol emberek így brainstormik, tehát elindul az agy, és mindenkinek ötletei vannak, és akkor valaki azt mondja, és akkor a Holikot elküldjük abba az aluljáróba, ott megáll a Momentum standja mellett, és ott tart egy sajtótájékoztatót, te intézd el, hogy legyen fotós, kiintézi a kamerát, hol lesz ez leadva. Egyszerűen kíváncsi volnék, hogy kik ezek, akik ezt a Holikot úgy kinézték. Ki legyen az, aki oda megy? Ezek a tanítványaid. Igen, egyébként. Rövid válasz ez a tekint. Egyébként ez nagyon érdekes, amit felvetett, mert szerintem teljesen jól jellemzi azt a szemléletmódot, ahogy a Fidesz és a kormány kommunikál. Tehát pont ez, hogy oda mennek, ugye látszott a Soros Gárda, tehát hogy maga az üzenetet, amit ilyenkor el kell mondani, azt ő elmondja, ha törik, ha szakad. És azért szerintem tegyük hozzá, mert az is érdekes, ugye azért a Fidesz meg a kormány potentátjai, ha már nyilatkozatról van szó, ugye ellenzéki médiumok már nem nagyon nyilatkoznak, nem lehet őket megszólítani, nem lehet őket szóra bírni, interjút nem nagyon adnak, bojkottálnak, tehát egy csomó olyan eszközt alkalmaznak, amivel pont, hogy nem lehet őket egyébként semmilyen formában szóra bírni, és vannak ezek a sajtótájékoztatók, ez a bevált módszer vagy forma, hogy a legkülönfélébb helyekre, a legfontosabb csomópontokra oda mennek, és akkor úgynevezett sajtótájékoztatót tartanak, ami abból áll, ugye, hogy az adott üzeneteket folyamatosan elmondják, kérdezni nem nagyon lehet, ha pedig valamilyen kellemetlen kérdés van, akkor van ez a megsértődés, hogy nem vagyok hajlandó válaszolni. Tehát nagyon, nagyon újfajta ilyen típusú kommunikáció ez a van. Ezt is tanítjátok? Tehát ez egy érdekes. Tanítjuk. Egyébként tényleg az, hogy Lányfalutól már nem kell Kossuthot hallgatni, ott már van klubrádió. És ma nem tudom miért bekapcsolva hagytam, mert délben indultam ide, és hallgatom a Kossuthot, mert ugye mondom, hát nem lehetett normális rádiót fogni, és úgy hagytam. És két ifjú Lomnici és még valaki beszélgetett egy hölgy műsorában, és egyszer csak a hölgy azt mondta, hogy abszolút másról volt szó. Svédországban 120-valahány ezer nem erőszakot regisztráltak tavaly, és 160 akárhány ezer bevándorló volt. Mire nem ifjú Lomnici, hanem a másik, akinek nem tudom a nevét, azt mondta, nyilvánvaló az összefüggés. Nyilvánvaló. Na most, úgy gondolkodtam a dolgon, hogy akkor ezt így hogy? Tehát én több ezer műsort vezettem a közszolgálati rádióban, na de hát ezt így nem mertem volna megengedni magamnak, hogy egyszer közbeszólok, mondok két számot, és akkor... Nyilvánvaló az összefüggés. Hát, valahogy meg kell de most ez a 31 éves tanár, informatikus, aki a 11 éves kisfiút akarta kicsempészni,
Hát, ha még róla is bebizonyítják, hogy afgán menekült, én már komolyan mondom, akkor hasba szúrom magam. Jó, de ez valahol azért nagyon szomorú, most ha erről veszünk, és ha visszatérve, tehát hogy úgy zajlik ez a kommunikáció, hogy itt nagyon, nagyon komolyan föl vannak építve az üzenetek. Tehát itt nem véletlen semmi, itt minden előre ki van találva, és a választásukig ugye ez még csak fokozódni fog. Mindig azon gondolkozom, hogy van-e újabb és újabb lehetőség még ebbe, tehát mit lehet még ebből kihozni, már hogy a választásuk, tehát van-e benne még új, ami hát ugye persze mindig azt mondjuk, hogy nincs, aztán mindig jött valami. Emlékezzünk arra, amit András mondott az izraeli tapasztalatairól, tehát a nyilvánosság és a bíró és a független bíróság szerepe abban, hogy napirenden vannak a fejesek lebuktatása és megalázása a nyilvánosság előtt. Hát igen, nálunk a magyar bírák egy jelentős része még tartja magát. Ilyenkor aztán elindul megint az az agytrözt, hogy valaki mondjon valamit, hogy gyanúsá tegye ezeket a mocskos bírákat, tessék.